300 éve, 1718. június 20-án Pesten született Konrádi Norbert, piarista tanár, tartományfőnök. A szülővárosában megkezdett tanulmányait Kecskeméten folytatta a Kegyes Tanítórend főgimnáziumában. 1733-ban itt lépett be a piarista rendbe. Később Rómában és Firenzében tanult, ahol az új bölcselet elemeit és szellemét szívta magába. Hazakerülve többek között Bukarestben, Brassóban és Bécsben, valamint 1742-43-ban a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban tanított. Mint teológiai tanár, gimnáziumi igazgató, majd házfőnök, rektor és kormánysegéd dolgozott. Végül rendtartományi főnök lett. Korának egyik legjelesebb latin költőjeként is emlegetik. Több alkalmi latin ódát és más verset nyomatott, és Janus Pannonius munkáit is kiadta. 1785. augusztus 28-án hunyt el.